Színházi karácsonnyal folytatjuk a délelőttöt, mert hogy itt ül már velem szembe a stúdióban Orosz Csenge, a Kaposvári Egyetem végzős hallgatója és az Új Színház színművésze. Szeretettel köszöntelek. Én is köszöntelek. Nézzük meg akkor, mindig a gyermekkori karácsonyokból indulunk ki, úgy látszik itt a délelőttben. Neked vannak emlékezetes szentestéid, vagy emlékezetes ünnepeid? Hát nálunk a szenteste azért egy izgalmas dolog volt. Nagyon szép gyerekkori emlékeim vannak, sok családos élménnyel. Vannak nem jó emlékek is, amik sajnos a karácsonyhoz kötődnek, de igazából annak örülök, hogy az én családomban megmaradt ez a tényleg a szeretet ünnepének, tehát, hogy mindig igyekszünk együtt boldogan és szeretetbe tölteni. Azért gondolom a színházi élet nem tipikusan az ilyen kiegyensúlyozott, és mondjuk az adventi időszakot sem feltétlen lehet mondjuk nyugodtan megélni, mert ha jól tudom, akkor még 23-án délelőtt is játszottatok. Na, hogyan lehet mondjuk egy ilyen nyüzsgő decemberből megérkezni aztán a karácsonyba? Vannak erre mondjuk bevált módszereid? Hát ez egy nagyon izgalmas dolog. A tavalyi nem sikerült túlságosan gördülékenyen. Sajnos elvállaltam egy tévés megjelenést karácsony első napja reggelén. Így én hazamentem szentestére, otthon töltöttem, és másnap hajnalba vonatoztam vissza, és utána újra haza a tévés megjelenés után. Ez nem volt egy jó döntés, idén ezt úgy elhagynám. Most nagyon várom a karácsonyt, szerintem ez most kerek lesz. A párom is hazajön velem a vidéki családomhoz, tehát most ez egy ilyen különleges karácsonyozás lesz. Remélem a 23-a reggeli Pöttöm Panna előadás után már tényleg csak az áthangolódásra lesz lehetőség. Vannak olyan hagyományok, amik gyerekkorod óta élnek a családban? Itt akár mondjuk az ételekre, akár mondjuk a szentestének a menetére is gondolhatok. Vannak olyan dolgok, amiket még mind a mai napig ugyanúgy tart a családod? Igen, a fadíszítés, amit együtt csinálunk, vagy a gyertek már, kezdjük már, nem tudom, tudod, ezek a inkább nálunk ilyen zsizsi karácsony, mert nem ez a nagyon élére vasalt verzió, de az a jó, hogy amikor a nagy futás végére úgy tényleg megérkezünk ahhoz a vacsorához, amit együtt töltünk el, szóval ez azért fontos, és ezt minden körülmények között meg tudtunk tartani. Itt én most csak zárójelben, és csak neked súgom meg, mert ugye végül is négy szem között vagyunk, hogy itt a felvétel előtt éppen még felmostuk a stúdiót, és akkor mondtuk, hogy hát igen, valahogy ez az a karácsonyi hangulat, ami mondjuk nálunk is ugyanúgy megvan, hogy még azért előkerül talán a porszívó, megvan, hogy a 24-én sül éppen a beigli, tehát mi is úgy egy kicsit ilyen kapkodósan éljük meg a karácsony, de azért van idő az elcsendesedésre is. Nálatok is mondjuk vannak, nem tudom, olvasmányok, vagy vannak olyan énekek, amik ezt szolgálják? Tehát mondjuk egy kicsit már a csendességet. Azért az elmúlt években, hogy én Kaposváron voltam egyetemen, szóval a karácsony az annak volt az alkalma, hogy együtt lehetünk. Tehát akkor végre megejthetőek azok a nagy beszélgetések, azok a együtt nevetések, amik ugye évköznap, vagy évközben úgy kimaradnak. És igazából mi bekucorodunk a tévé elé, habos kakaó reggel, vagy tehát, hogy igazából ezek azok a dolgok, amiket így megtartunk. A másik, ami nagyon fontos, pedig, hogy minden évben, ugye, hogy azért mégis egy háromnapos ünnepről beszélünk, minden évben elmegyünk a keresztszüleimhez, tehát nálunk azért egy nagyon széles körű család van, amiben erős az összetartás, tehát egy ilyen háromnapos kanosszajárásról beszélek, ahol mindenhol kell egy jót tenni, van mit megbeszélni, nagyokat kacagni, sok a gyerek a családba, ami szerintem nagyon fontos, mert azért lássuk be, hogy a karácsonyhoz valahogy kell a gyerek kacaj, meg az az öröm, vagy az az izgatottság, amit tényleg a gyerekek tudnak ugye várni az ajándékot, meg ők is készülnek, a kis kézzel készült kis apróságokkal, szóval, hogy nekem a karácsonyhoz mindig is kapcsolódik az, hogy a nagy családba és a sok kis porontyal együtt. Azért az egészen varázslatos lehet, hogyha nagyon sok kicsi gyermek van a családban, és ő náluk még azért benne van az a fajta varázslat is, hogy itt az angyalkák, vagy a Jézuska hozza mondjuk a karácsonyfát és az ajándékokat, ott azért a csillogó szemek azért felejthetetlenek, vagy visszaadhatatlanok. Igen, és azt gondolom, hogy kell is a felnőtteknek ez. Tehát, hogy
Persze, a szűk családban mi is még nagy készülődéssel készülünk arra, hogy egymást megajándékozzuk, de valahogy sokkal nyugodtabb a dolog. Amikor ott vagyunk a keresztüleimnél, és ott vannak tényleg a kicsik, az egy sokkal izgatottabb, pesdítő dolog, ahogyan sikítva örülnek, ugye kibontják, végre megkapta, nem tudom. Tehát ugye azok egy nagyon-nagyon varázslatos dolgok, és szerintem ez kell. Mi a helyzet a színházzal? Mert itt az új színházról, a bemutatóitokról nagyon sokat szoktunk beszélgetni, és ahogy én külső szemlélőként látom, nagyon jó a színházi közösség, a művészek és minden munkatárs között. Van-e nálatok karácsony az új színházban, vagy kicsit szoktatok-e akár előre is ünnepelni, vagy akár a két ünnep között? Van-e erre lehetőség? Hát igazából én tavaly a Mikulást úgy ünnepeltem meg, hogy minden színész férfi kollégámnak vittem virgácsot, de azért egyfajta ilyen vicceskedés szinten megtartott tavaly a karácsonyt, meg a Mikulást, de nálunk a szilveszter az, ami inkább nagyobb összekovácsoló, hiszen akkor mindig bent vagyunk, mert játszunk, és akkor van úgy, hogy igazából együtt is töltjük már a kocintást és az éjfélt. A karácsony az finomabb, kis szaloncukor ajándékok, apróságok, inkább csak ilyen meglepetés szintjén. Nem volt, a tavalyi évben nem volt ilyen nagy együtt, nem tudom, vacsora vagy egyebek, de ilyen kis ajándékok szintjén megtartjuk. Azért figyeltek egymásra, az már biztos. Igen. Hogyha visszatekintesz 2018-ra, azért jó pár nagy előadás van a hátad mögött, ezek közül mondjuk ki tudnál emelni egyet? Vagy van mondjuk a színházi pályafutásodban olyan esemény, amire mondjuk a legbüszkébb vagy a idei évben? Hát most már majdnem azt mondtam, hogy tudod, tavaly. Az az érdekes, hogy nem is egyet emelnék ki, hanem azt az attitűdöt emelném ki, hogy én túl vagyok 6 vagy 7 szerepátvételen a 2018-ban, ami majdnem olyan, mint egy beugrás, mert egy próbád van, és egy előadás azonnal. Szóval, hogy inkább az a durva, amit így 2018-ról így értékelni tudnék, hogy én olyanokat csináltam, amire nem tudtam, hogy képes vagyok. Ezt most a legnagyobb szerénységgel mondom, mert tényleg visszatekintve olyan horribilis mennyiségű szövegek, előadások, koreográfiája az előadásoknak, tehát hogy ez megdöbbentő, hogy én ezt mind meg tudtam csinálni. Más egy olyan előadás, amire van másfél hónapod, és próbálod, és más az, amikor tényleg így hepp, és akkor működjön. De ilyenkor gondolom azért vannak segítségek, vagy vannak kapaszkodók, tehát nem mondjuk a szövegkönyvet kapod a kezedbe, DVD-t, azt megtanulod. Igen, kapok egy szövegkönyvet, kapok egy próba lehetőséget, esetleg kettőt, hogyha nagyon jól meg van szervezve, akkor kettőt, amikor lepróbálhatom a partnerekkel a jeleneteket, és utána indulhat a menet. Ilyenkor a kollégák mennyire segítőkészek? Tehát ha mondjuk egy-egy kollégát fülön tud csípni mondjuk, és légy szíves, nézd át velem ezt a jelenetet, ők mennyire nyitottak erre, vagy abszolút egyáltalán nyitottak. Te kívánod ezeket, vagy jó ez neked, vagy segít, hogyha mondjuk akár csak egy-egy kollégával át tudod nézni a szöveget? Persze, abszolút nyitottak erre, és igen, nagyon nagy segítség. Ez ugye, hát sok mindentől függ, attól függ, hogy mi az a szerep, vagy mi az, amiről beszélünk. Nekem nagyon jó volt, amikor tavaly, mert ez még a tavaly szeptemberben volt, amikor a Nosztív fiúba vettem át a Tinka szerepét, akkor a Vas Gyuri lehetőséget adott nekem arra, hogy úgy próbáljam be a darabot, mint hogyha én most próbálhatnám. Tehát, hogy nyugodtan változtathatok az eredetihez képest. Tehát, hogy ez is egy nagyon nagy lehetőség volt, hogy ott van a rendező, és teret ad annak, hogy magamévá tehessem azt a jelenetet, amit éppen ott próbáltunk. És ez is klassz dolog, hogy a partnerek erre vevők. Tehát nem azt várják el, hogy az előző kolléga hölgy itt ült le, itt állt fel és odament, hanem ők is vevők arra, hogy nekem milyen gesztusok jönnek az ösztöneimből. Most egy kicsit nézzük meg a műfajokat, mert itt beszéltünk már Pöttöm Panna előadásról, de emlékszem még korábbi beszélgetéseinkből például a Bizáncra, tehát itt a műfajokat tekintve azért elég széles a skála, ami mozogsz, vagy mozognak az előadások. Van mondjuk olyan, ami a legközelebb áll hozzád, vagy most jelen pillanatban a legközelebb áll hozzád? Hát most jelen pillanatban a Kegyelmes asszony portréját nagyon szeretem. A Csiszár Imrével készítettük ezt az előadást, és nekem nagyon nagy élmény
élmény volt a Csiszárral együtt dolgozni, mert ő azért egy, azt gondolom, hogy egy nagyon jó szakember, és egy fantasztikus művészember, és ez egy meghatározó pontja volt most ennek a... Én úgy mondanám, hogy most élesbe tanulom a szakmát, tehát eddig az egyetemen volt egy ilyen érlelődő időszak, és én még azt gondolom, hogy most is nagyon, nagyon sokat tanulok, és tanulhatok, és ennek örülök, hogy kapok is rá lehetőségeket. De amit nagyon-nagyon élvezek, az a Nem élhetek muzsika szó nélkülbe a kis Birinek a szerepe, mert hát egy igazi troll tinédzsert játszhatok benne, aki végig baromkodja az egész előadást, és ez valami frenetikus élmény, hogy úgy valahogy elmúlik a felelősségérzeted, mert érzed, hogy igazából itt csak hülyéskedni kell, miközben természetesen ez egy komoly munka, csak valahogy ugye a feladat úgy, hát úgy arcon ütött. És emlékszem, a könyves délelőttünkre pont ezt hoztad el, tehát igen. Itt azért maga az eredeti is végül is megérintett téged, vagy szereted ugye a Nem élhetek muzsika szó nélkült, nem csak színházi változatban. Hogyha egy kicsit kitekintünk 2019-re, akkor milyen álmok, vagy milyen feladatok állnak előtted, vagy van mondjuk, hát itt azért... Most nagy feladatok jönnek. Nagy feladatok. Igen. Én még nem nyelvvizsgáztam le, szóval ez most pont előttem áll, ez februárban esedékes lesz. Továbbá meg kell írnom egy szakdolgozatot, ami ugye érvényesíti majd a diplomámat, tehát ez most ilyen nagy mérföldkő lesz. Tanulmányi feladatok. Igen, most ez egy nagy mérföldkő lesz az életemben. A színházi szinten pedig lesznek még bemutatók, még konkrétan két bemutató mindenképpen lesz ebben az évadban, de már 2019-ben, és hát nem tudom, izgatottan várom, hogy mit hoz a jövő. Bízom benne, hogy ha a tendencia az hasonló marad, mint ami most mögöttem van, akkor nem kell félni, de azért nem szeretnék megijedni sem. Csenge, akkor kívánunk ezekhez a tanulmányokhoz nagyon sok sikert és kitartást. Köszönöm. A színházi szerepekhez meg kéz és lábtörést, és boldog új évet mindenek előtt. Én is viszont kívánom.